metroállomás. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dreaming that I'd see anything. And the world just coming out so cold. Mit is mondtam nektek tegnap a tavaszról? Oké, mondjuk az ónos eső a sokkal inkább tavaszi cucc, mint a hó, de semmivel sem kellemesebb. És milyen jó lehet ilyenkor turistának lenni Budapesten, mi? Na de mi alapvetően nem azért jöttünk, hogy megnézzük a Hősök terét, hanem hogy bemenjünk abba az épületbe. És hogy megnézzük azt a kiállítást. Egy olyan kiállítást, ami nem tanulság nélküli a csatornánk szempontjából. És amiben érintett egy hollywoodi sztár is, aki bármennyire is tehetséges, minden esetre azért egy kicsit tol a kiállításnak a bulvárométerén. Szóval oda bent Szandó Millernek a képeit lehet megnézni, aki autodidakta módon sajátította el a fotózás alapjait. Sőt, autodidakta módon lett ennek a szakmának az egyik elismert mestere. Na. Nem jó, ha így van a kamera, mert akkor meg csöpög rá az eső. Ha még egy kicsit lejjebb van, akkor meg googolnom, vagy hát legalábbis rogyasztanom kell, de megtaláljuk majd az arany középutat. Szóval az ő példája azért érdekes a vlog szempontjából, mert nagyon sok olyan levelet kapok tőletek, amiben arra kértek, hogy hát magyarázzam el egy-két bekezdésben, hogy hogyan is kell mondjuk vlogot készíteni. Magyarázzam el 5 percben, hogy mitől lesz ilyen egy adás, mert ti is meg akartok ezzel próbálkozni, ti is bele akartok vágni a vlogolásba, és ti is ilyen epizódokat szeretnétek csinálni. Ami egyrészt borzasztó megtisztelő, hogy vagytok néhányan, akik ilyen epizódokat akarnak csinálni. Másrészt meg, szóval ez nem olyan dolog, amit elő lehet adni 2 bekezdésben vagy 5 percben. Az egészet én is autodidakta módon tanultam meg, mint Szandó Miller, viszont nem 5 perc alatt, hanem körülbelül 10 év alatt. Úgyhogy, ha bárki megkérdezi tőlem, hogy hogyan lehet ilyen epizódokat, vagy ennél sokkal jobbakat is készíteni, akkor én általában azt szoktam mondani, hogy hát sok-sok tanulással, sok-sok figyeléssel. Hát is ennek egy olyan műfajban dolgozunk, amiben tényleg meg lehet otthon is bármit tanulni. Szemben például az orvoslással, vagy a mérnökséggel, vagy a könyvelőséggel, szóval egy csomó olyan szakmával, amit muszáj egyetemeken meg különböző iskolákban kitanulni. De a vlogolás egyértelműen nem ez a kategória, viszont a megfelelő inputokat magatoknak kell megtalálni ahhoz, hogy hát hogy a végén tényleg olyan anyagokat gyártsatok, amik rátok jellemzőek, és nem pedig olyat, amit valaki elmagyarázott nektek. Ahogy Szandó Miller is pontosan ezt csinálta. Megnézett egy csomó képet fiatal korában, elemezte őket, tanulmányozta őket, próbálkozott, gyakorolt, egy csomószor hibázott, de ezekből a hibákból mindig tanult. És az a kiállítás, amire most benézünk, az azért is izgalmas, mert 30 évvel a pályafutása kezdete után megkérte az egyik haverját, Joe Malkovichot, mert hogy neki ilyen haverjai vannak, aki az egyik legmenőbb színész a világon, és nem csak menő, hanem nagyon-nagyon tehetséges is, hogy készítsenek együtt egy sorozatot, méghozzá azokról a hatalmas és híres, hát a hatalmas az inkább ilyen fizikai méretet jelent. Szóval azokról a híres fotográfusokról, akik annak idején Szandó Millert megihlették, akik erre a pályára terelték. Szóval fogták ezeket az ikonikus fotókat, amiken Che Guevara található, meg Albert Einstein, meg Joe Lennon, meg a többiek, és elkészítették ezeknek a, hát bizonyos értelemben a parafrázisát, hiszen egészen máshogy néz ki a kép, hogyha azon egy hölgy található, és máshogy, hogyha John Malkovich az a hölgy. Szóval itt kezdjük a napunkat. Like the bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and they're pulling me in. Képeket nézegetve jöttem rá, hogy én valami egészen hasonlóba próbálkoztam tegnap, amikor megpróbáltam megidézni a Szárnyas fejvadász 2049 jelenetét egy Budapesten, csak az sokkal-sokkal amatőrebb volt mindez. Viszont azáltal, hogy tegnap kísérleteztem vele, pontosan tudom, hogy mennyire nehéz elkapni a hangulatot, még hogyha a helyszín tökéletesen azonos is. De itt nem csak a fotós volt más, hanem a helyszín is, vagyis a szereplő. Szóval két trükköt is kellett alkalmazni, egyszerre meg kellett találni a tökéletes beállítás, és a színésznek tökéletesen azzá kellett válnia, akit megszemélyesített. És elképesztő, hogy John Malkovich miket művelt itt. Szóval egy 60-an túli fickó, egyszer Einstein, egyszer Marilyn Monroe, aztán utána Jack Nicholson, aztán Yoko Ono, és nem csak a fotók miatt, hanem a karakter miatt is egyértelműen felismerik a jelenetet. És elsőre tökre rá lehetne vágni, hogy mindez csak valamiféle másolat, hogy Szandó Miller csak megpróbálja újra elkészíteni azokat a képeket, amiken felnőtt, viszont a varázslat abban rejlik, hogy ez sikerült neki. Sikerült nekik annak ellenére, hogy a színész egyáltalán nem hasonlít külsőségekben, meg karakterben, meg semmiben sem azokra, akiket megszemélyesít. Szóval csak egy kiállításra jöttök el mostanában, akkor ne csak egy kiállításra menjetek el mostanában, de azért ez feltétlenül legyen közöttük. Nothing here but nothing left. Cold hearted stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Na
és akkor egy kis update a kizöldítős projekttel kapcsolatban, mert hogy ott sem állt meg az élet, de nagyon nem. Szóval ott hagytuk abban, hogy a 11. kerület megkeresett, és felajánlotta hát nem csak magát a kerületet egy ilyen kísérleti projektnek a megvalósítására, hanem a szakértőit is, akik kielemzik az ötleteimet, és segítenek a megvalósításban. És az alap probléma, amire én megoldást keresek, az így gyakorlatilag tökéletesen látszik is. Az első számú gond az, hogy nagyon sűrűn állnak az autók, és még így is nagyon nehéz parkolóhelyet találni, szóval bármi olyan ötlet, ami arra építeni, hogy szüntessük meg a parkolóhelyeket, hello, az nem menne át. De a másik gond meg az, hogy a járda sem elég széles, és itt még istenes a helyzet, de Budapest tele van olyan helyszínekkel, ahol még keskenyebb helyen kell a gyalogosoknak elsasszézniuk, nyilvánvalóan ebből sem lehet elvenni a fáknak a javára. Szóval az úttesthez nem nyúlhatunk, azt nem szűkíthetjük. Parkolóhelyet nem számolhatunk fel. A járdát érintetlenül kell hagyni. Na és ez az a viszonylag komplex probléma, amire megoldást kell találnunk, és szerintem én találtam is megoldást, de ami menő, hogy ez most már nem csak az én agymenésem, hanem a 11. kerület szakértői azok vitatkoznak róla, hogy hogyan lehetne megvalósítani. Sőt, most már a helyszínek a kijelölésénél tartunk, és hogy hú, de jól esik a teső. Vörös Marti utcában sem véletlenül vagyunk, szóval egyrészt jó ez a helyszín, mert meg tudom mutatni a parkolóautó problematikát, de itt van a sarkon a Green Fox Academy is, akik képbe kerülnek a történet szempontjából. Szóval néhány hete kaptam tőlük egy ilyen szponzorációs megkeresést, de hogy elkezdtünk tárgyalni, csak hamar kiderült, hogy itt nem egy klasszikus szponzorációról van szó, hanem beállnának a Zöldítsük ki Budapestet projekt mögé mindenféle erőforrásukkal. Aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, szóval az akadémia az 2015 óta működik, egyre jobban esik az eső, és programozókat képez ki, de itt nem úgy néznek ki az órák, mint egy klasszikus suliban, hogy a tanár az kiáll a tábla elé, és akkor elmondja a diákoknak, hogy mit kell tanulni, azok megjegyzetelnek, hanem az oktatás 4 hónapja az úgy néz ki, mintha beállná valahova 4 hónapra dolgozni. A diákok otthon napi 2-3 óra alatt elsajátítják az elméleti képzésnek az alapjait, aztán utána, amikor bejönnek ide, akkor már napi 8 órában konkrétan dolgoznak. Igen, ilyen csapatokat hoznak létre, akik mindenféle programozói feladatot oldanak meg, és az egyik ilyen programozói feladat az a Zöldítsük ki Budapestnek lesz a weblapja. Sőt, a Green Fox az nem csak a weblapot készíti el nekünk, hanem beszáll a támogatásba is, ami azt jelenti, hogy a ti 450 ezer forintotokkal együtt, amit a Polo Businessen keresztül biztosítottatok a kizöldítésnek. Shout out to my mom and dad. Üzentek az anyukájuknak. Nem tudom, hogy mennyire fogják megtenni. Where are you from? Denmark, oké. Okay. A dán fiatalok is üzennek a magyar nézőközönségnek, meg a saját édesanyjuknak. Szóval hogy az a helyzet, hogy a ti támogatásotokkal és a Green Fox támogatásával már több mint 550 ezer forintunk lesz arra, hogy fákat ültessünk Budapesten, meg lesz egy weblapunk is, szóval most bemegyünk oda és megbeszéljük ennek a weblapnak a titkos, mocskos részleteit. Sziasztok! Hello. És tényleg van pizza is, nem vicceltetek. Na, elkezdünk okoskodni, aztán jelentkezünk. Na hát megbeszéltünk mindent, ilyen fasz a honlapunk lesz, és lehet, hogy még a városőrsében is együtt fogunk dolgozni. És akkor itt folyik az óra gyakorlatilag, ez a tanterem? Ez tulajdonképpen tanterem, de itt egy coworking space-t csináltunk. Az a lényege, hogy legjobban hasonlítson egy munkahelyre. Gyakorlatilag ilyen körülmények között készül majd a mi weblapunk is, ha jól értem. Abszolút, az egyik ilyen kis csapat fog rajta dolgozni. És kifélék, mifélék a tanulók? Szóval kik jönnek ide? Nagyon sok minden van. Tényleg volt már énekzenetanár, kántor, targoncakezelő, valahogy mindig van geofizikusunk. A nemeknek az aránya az elég jó a szakmához képest. Ilyen 6-7%-kal küzdködnek a cégek. Tegyük hozzá, hogy ez van most, nem? Szóval, hogy eredetileg a lányok kezdtek el programozni, és aztán csak később jöttek be a férfiak ebbe az iparágba, de most kezdik a csajok visszavenni a saját területeiket? Itt most a harmada lánya az embereknek. Aha. Volt már olyan osztályunk, ahol majdnem létrejött a fele-fele. Végülis a fiak is sokkal jobban örülnek, és szívesebben tanulnak egy olyan osztályban, ahol a csapat másik fele az lányok. Abszolút nem egy férfi szakma. Szerintem a legfontosabb mutatónk az, hogy az itt végzettek 97%-át el tudtuk helyezni. Szerintem, ha ma egy dobozra ráírsz egy programozási nyelvet, kirakod az oktogar, akkor 2 hét múlva van a munkája. A cégek úgy érkeznek hozzánk, hogy ebbe az évbe fel akar venni 90, 200, 300 ilyesmi embert. Duplázódik kb. 2,5 évente a programozók száma a világban. De meg mik a fizetések? Mondjunk már összegeket. Hát egy kicsit. Egy kezdő programozó simán tud, tehát a 200 nettó az minimum, bőven e fölött keresnek, egy mondjuk 5-6 év tapasztalattal 400-500 nettó körül bőven lehet keresni, 10-12-15 év tapasztalattal nem egy ember keres Magyarországon millió nettó fölött.
wanted some more time and we watched the girls try some. Ti eszitek a pizzát? Ajaj. Hagyjatok már nekem is. Egészen elképesztő, hogy úgy nézett ki a tárgyás, vagyis hogy arról volt szó, hogy tárgyás közben pizzát eszünk, de nem ettünk pizzát egyáltalán, igaz? Bezzeg ti lecsaptatok a kínálkozó lehetőségre. Szóval, hogy ti mindannyian diákok vagytok, igaz? Uh-huh. És ti fogtok segíteni abban, hogy elkészüljön ez a weblap. Így van. Szerettem volna valami olyan szakmát magamnak, olyan piacképes tudást, ami hosszan kihívást jelent. Én személyedző voltam a közel-keleten éltem. Nem már, ne lefelé. Katarban. Azt a mindenit. Azok után ez, ami ott kín van, az igen, elég igen, igen, para egy kicsit. Meg ami ott van, az is elég nagy váltás. Igen. Igen, igen, de szeretem, meg jó, aha, meg jó itthon, meg összességében ez az egész világ tökre tetszik eddig. És bocsánat, hogy elvesznek a pizzától, de mit gondolsz erről a kizöldítős weblapos projektről? Nekem nagyon tetszik, nekem nagyon tetszik. Én amúgy is szeretnék mindenképpen majd olyan projekteken dolgozni eleinte, amik mondjuk ilyen másokat segítő projekt. Hogy akarni, mit teszem? Ilyes benótos? Én vegetáriánus vagyok, úgyhogy okay, igen. Oké, hát hajrá! Én elég sokáig éltem Edinburgh-ban, azon kívül még másfél évet Skóciában a felföldön. Az is sokkal zöldebb, mint Budapest. Hát eléggé, és megszoktam, ami azt illeti, és itthon ez nekem nagy szívfájdalmam, hogy nem csak, hogy nem bővül, hanem sok helyen csökken a zöld területek. És te mivel foglalkoztál, mielőtt elkezdtél programozással foglalkozni? Hát én igazság szerint a GreenFox előtt egy teljes évig dolgoztam egy IT cégnél. Előtte egyébként én vendéglátóztam nagyon-nagyon sokáig. Ez a gazdasági cégnél dolgoztam. Hát 5 évig dolgoztam ott, de nem tudom, hogy mivel. Vágytam valamilyen saját tudásra, ami tényleg az enyém, amit használhatok, amiben fejlődhetek, amiben folyamatos a fejlődés, amiben használni kell az agyamat, tanulni kell folyamatosan. Vélogodat nem követem. Ezt majd kivágjuk, nem vagy kivágjuk. És a mai adás az elméletileg ennyi volt, gyakorlatilag a holnapi epizódhoz még el kell hoznunk egy szörnyeteget. Hello! Elvinném egy hosszabb körre, ha lehetséges. Add csak ide! Na, mit kell tudni róla? Ez egy 510 lóerős Giulia Quadrifoglio Verde. Jó, mennyi a vége? Azt mondjátok, hogy mennyivel tud menni? Mennyi van beleírva? 300 föl. Egy részmódban eted, csak kizárólagosan. Egészen biztosan bele fogok tenni holnap részmódba. Na szóval itt van a holnapi adásunknak a sztárja, amivel én most elmegyek a holnapi forgatási helyszínre, és hát tulajdonképpen akkor csütörtökön találkozunk. Nem mondom meg, hogy honnan. Sziasztok!